A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center. Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Tabuk Tények mostani műsorában. Ez a Scheffer doktorral való beszélgetés harmadik és utolsó része. Ő kutatóorvos, most már nem kell bemutatni őt a nézőknek. És az első két adásban kezdtük körbejárni, hangsúlyozom, kezdtük körbejárni, hogy mennyi minden nem tudunk az életről és a biológiáról, és csak a felszínt kezdtük vakargatni, hogy mégis azért konkrétak lehessünk, körbejárjuk a mostani a legégetőbb orvosi problémával a világot, és ez a vírusjárvány, ahol az a meglepő, legalábbis számomra, hogy milyen nagy mértékű bizonytalanság lengi körül idestova egy év után, és ezt az egész kérdést. Vannak nagyon szembeszökő eltérések a betegség előfordulásával. Méghozzá nézzük az Egyesült Államok és Kanada helyzetét. Az Egyesült Államokban nagyon sokan halnak meg, és szinte csillapíthatatlan ez a COVID-járvány. Kanada viszont a kanadai határ úgy látszik, hogy egyfajta falként működik, mert Kanadában alig van a járványnak halálos áldozata, de ugyanezt tudom mondani itt is, Európában is, hogy Finnországban most novemberig, amikor fölvesszük az adást, összesen 37 ember halt meg, tavaszt és az ősz is benne van. Svédországban, ami mellette van, sokkal több. Egy nagy különbség van mindkét régió között, mind Kanadában, Ausztráliában, Finnországban. Tulajdonképpen a tejben, kenyérben ott van a D-vitamin. Tehát tudják, nem tudják, de beszedik az emberek a D-vitamint, és ennek ez a hatása, hogy nagyon kevesen halnak meg, akik pedig megbetegszenek, azok könnyen veszik ezt a járványt. Ez azt a kérdést veti föl, hogy hát orvosok dolgoznak az Egyesült Államokban és Svédországban, Kanadában, hogy az egyik országban tudják, hogy na mit kell tenni a kenyérbe meg a tejbe, többek között szelént is, cinket is. Nyomelemeket. Zeisel doktor volt Magyarországon, aki hát nem sok sikerrel, de próbálta átnyomni ezt a nyomelem dolgot, de az Egyesült Államok orvosi szemlélete teljesen profitorientált, tehát ott nagyon fejlett az orvoslás, de ha valaki kórházba kerül, ha nincsen eleve sok pénzbe kerülő biztosítás, hát rámegy a háza. Kanada az Egyesült Királysághoz hasonlóan társadalombiztosítással rendelkezik, ez állampolgári jog, és ott nagyon odafigyelnek az orvosok arra, hogy mivel pénzbe kerül, állami pénzbe kerül a gyógyítás, hát nehogy már túlterheltek legyenek a kórházak, olcsóbb előírni egy kenyérgyárnak, hogy tessék beletenni nyomelemeket, meg D-vitamint, és akkor nem lesznek betegek, nem kell a társadalombiztosításnak fizetni. Ez mind az orvosi tudásról és felelősségről szól, és a hosszú felvezetés után át is adnám azonnal a vendégemnek a szót, hogy
te hogy látod az orvosi felelősség az, és az államgépezet szerepét? Ha már orvosi minőségekről beszélünk, én egy sima sebész és plasztikai sebész szakorvos vagyok, és mellesleg egy obszerver, egy megfigyelő, egy... De a frontvonalban ott vagy, Igen. Te ezt szerettem volna mondani, és hát nem tudom, miért tetszel panaszkodni. Hát kaptunk mi évtizedekig fluort például, meg a gyerekeink, hát a fluoros fogkrémekkel mostak fogat. Arról és nagyon megoszlanak a vélemények. Igen, hát ha túladagolják, megfeketednek a fogak. Igen. Tehát pont ellenkező hatást vált ki, mint amit vártunk tőle. Igen. Így aztán le is tiltották. Tehát nem csak nálunk, másutt is. Na most ugye, ha pusztán az orvosi ellátás, orvosi háttér lenne a betegségek mögött, akkor azt gondolnánk, hogy az Egyesült Államokban rendkívül fejlett az orvoslás, tényleg a világnak a legmagasabb színvonala ott van, és Afrika pedig hát az a gödör alja, és mégis azt látjuk, hogy Afrikában van ugyan, de alig fordul elő ez a Covid járvány, tehát nincs az, hogy na most a fél Nigéria kipusztult volna, élnek nagyon jól a Koszba és a Piszokba, mit tudom én, 1 millió emberre jut egy orvos, és azt se tudják megfizetni az átlagok, még sincsen a tömeges emberpusztulás, míg az Egyesült Államokban ez egy nagyon komoly probléma, különösen a nagyvárosokban, Kanadában meg nincs. Tehát azt gondolom, hogy itt az orvoslás és a természet összjátéka nagyon beleszól az egészségünkbe. Hát vagy nem tudjuk. Az elmaradott afrikai egészségügy mellett, ugye elmaradott a regisztráció, a jelentés, nem tudjuk, hogy ott mi van. Tehát ott meg, ahol fejlett, ugye a medicína fejlett, a jelentési kötelezettség fejlett, a diagnosztika, ott meg tudjuk, hogy miért olyan magas mondjuk Afrikával, ezért nem tartom az összehasonlítást. Halálozási statisztika van ott is. Tehát azt látjuk, hogy mit tudom én... Hát nagyvárosokban esetleg. Nigériában mennyien halnak meg. Azt láttam például, amikor jött ez a járvány, hogy néhány dél-amerikai országban például ott hevertek a koporsók az utcákon, már az sem volt, aki elvigye őket, de én azt gondolom, hogy itt az orvosok tudása, felelősség tudatossága nagyon ott van az eredményekben. Én úgy gondolom, hogy a kollégák emberfeletti munkát végeznek most is világviszonylatban. Nem csak az orvos kollégák, hanem az egészségügyi személyzet is. Tehát nagyon nehéz, és nem is akarok ítéletet mondani, meg nem is tudok, meg nem is vagyok autentikus, de én amit tudok és látok, az fantasztikus. Az a gyorsaság, ahogy alkalmazkodott a rendszer a terápiához, hogy az első hetekben már azonnal lemérték, hogy itt valami másról van szó, hogy ez nem csak egy felső légúti, hanem inkább egy endotel betegség, hogy hogyan változtatták a lélegeztetési, oxigénadási technológiákat, a gyógyszerelést. Tehát ebbe fantasztikusak, én azt mondom a kollégák. Amit én egy kicsit hiányolok, az, hogy a nagy közönség felé nem tárjuk föl elég nyilvánvalóan, amiről elkezdtél beszélni, hogy bármilyen betegség ellen a fogékonyságunkat hogy tudjuk csökkenteni, és a rezisztenciánkat, az immunitásunkat hogyan tudjuk emelni, hogy tudjuk javítani. Mert egy épp immunrendszert nagyon-nagyon nehezen támad meg, bármilyen kórokozó, akármi, baktérium, vírus, bármi. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne az egészségügybe tudatosulna az, hogy itt valóban nem lózunk, hogy a prevenció az rendkívül fontos, mert meg lehet előzni. És akkor hangsúlyozzuk,
tessék, a D-vitamin, C-vitamin nyomelemek, főleg a cink és a szelén. Tehát ezek bármilyen korokozó ellen a fogékonyságunkat tudják csökkenteni, és az ellenálló képességünket tudják növelni. Ez a préhospitalizáció, tehát a kórházat megelőző fázis bármilyen betegségbe, hogy ne kerüljön arra sor, hogy oda kerüljenek az emberek, hogy intenzív ellátásra, pláne intenzív ellátásra szoruljanak, mert előbb-utóbb egy ilyen pandémiánál ugye kimerülnek az erőforrások, még ha van is épp elég eszköz, meg minden, de nem biztos, hogy van hozzá kéz és személyzet. Tehát, és agy, aki ezt az egészet összefogja, osztályozza és levezényli. Beszélgetek kollégákkal, tényleg fantasztikus helytállásról tesznek tanúbizonyságot. Ha már oda jut az ember, hogy orvosokra szorul, és ilyen nagyon komoly hatásai vannak, az azt jelenti, hogy a megelőzés... Itt van valahol baj, igen. Tehát az egészségünkkel van baj, össznépi szinten, vagy társadalmi szinten, és itt vannak különbségek, hogy a természeti népek, vagy a természethez közelebb álló népek kevésbé fogékonyak a vírusfertőzésre, vagy bármire. De mégis ott is előfordulnak olyan járványok, hogy tarol. Az orvostársadalomnak is megvannak a teherbírási képességei, tehát éppen ezért ők is érdekelté váltak abban, hogy az emberek megbízhassanak bennük, ehhez pedig oda kellene figyelni a prevencióra. Finnországban tudom, mindenki megbízik az orvosokban, megbízik a tanárokban, tehát az egy bizalomra alapuló társadalom, mert tényleg tudják, hogy vagy átérezhetik az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján, hogy odafigyelnek, megelőzik, és nem engedik, hogy az átlagember megbetegedjen, mert az sok pénzbe kerül az államgépezetnek. Tehát az államgépezet azért emberbarát, mert azt a zsebe bánja. És ezért szolidaritás alapú, ugyanez van Kanadában is, és az Egyesült Államokban ez nincs. Tehát én ezt látom óriási eltérésnek, a hozzáállást. Az amerikai orvosoknak nem akkora érdekük, hogy ne kerüljön valaki kórházba, mert ott haszon alapú az orvoslás. Hát itt ez a jelen helyzetünk ezen már messze túlmutat. Tehát ennyi beteget senki nem kívánt, sem Amerikában, sehol. Tehát ez lenne az egyik. A másik, hogy a kérdésedre válaszolva, hogy mennyire egységes az orvostársadalom, hát nem egységes, mert különféle nézetek vannak jelen pillanatban is, ebben nehéz helyzetben is. De még akinek más a véleménye, mint nekem, vagy nekünk, vagy a jó szándékot, ott sem szabad megkérdőjelezni. Tehát meggyőződésből, jó szándékkal, ha valaki azt mondja, amit mond, hogy mit tudom én, ne vegyünk maszkot, én meg azt mondom, hogy igenis vegyünk, mert ostobaság, amit számít az, hogy 130 nanométer, ugye vírus 600 nanométeres, a masznak a porozitása, a poros mérete, igen, ám, de a vírus nem egy szálgatjába, egymagába közlekedik, hanem cseppecskéken, légszennyezettségi kis vakolákon, amik már nagyobbak, és a maszk körülbelül 70, most a legutóbb a japán felmérés szerint, ha az adó és a kapó is visel maszkot, biztosan 70%-ban például kivédi az átfertőzést, az átadást, a kórokozó átadást. Tehát ilyen szempontból, és én vállalom a felelősséget azért, amit mondtam tavasszal, hogy igenis én ezekkel az intézkedésekkel egyetértettem, mert én sem tudtam volna már csinálni, tehát igenis a maszkviseléssel rengeteg
légúton át bejutó kórokozótól meg tudunk szabadulni. Akár tetszik, akár nem. Az viszont el kell mondani, hogy egy idő után ugye maga is baktérium forrásá válik, egy baktérium tenyészés, vírus tenyészeté. Tehát az eldobhatót cserélni kell, legalább 8 óránként, ez elhangzott több helyen, és a másikat meg fertőtleníteni kell. Tehát igenis, ezek az intézkedések helyesek. Sőt, azt kell mondjam, bár arról beszéltünk, hogy a hazai helyzetet nem említjük, hogy nagyon is toleráns volt a magyar hatóság azzal kapcsolatban, hogy várt egy kicsit ezekkel a szigorító intézkedésekkel, mert bizony meg kell fogni azt, hogy ne maradjon ellátatlan beteg sehol. Az Egyesült Államokban ez politikai kérdés lett, a víruskezelés. Úgy értem, hogy a mostani elnök választásnak ez egy konkrét témája volt, és ez szavazatokat vitt vagy hozott, hogy melyik elnök jelöltnek mi az elképzelése erről. Hát ugye innen cincogva nem sok közünk van a választásnak, de két markánsan eltérő megközelítést láttunk Trump és Joe Biden részéről így a vírus kapcsán. De látszik, hogy orvosi kérdések nagyon gyorsan átcsapnak konkrét gazdasági, amiatt a politikai kérdésre. Hát minden bizonnyal, persze. Nem, az látszott, hogy Trump az elején félváról vette. És ő maga is megkapta. És ő is megkapta. Utána már nem vette félváról. Hát többen vagyunk. Ami engem meglepett, hogy Iránban és Olaszországban nagyon sok megbetegedés volt. Iránban szerintem azért, mert ott süt a nap, de a férfiak is, és különösen a nők kötelező... Eltakarják magukat, hát nem éri őket. Csadorba járnak. Nem csak a csador miatt, hanem én voltam egy hónapot Iránban töltöttem, hogy egyszerűen, és megégtünk Dubajba, és úgy mentünk, tehát a tengerparton. Hát nem akart, tehát féltünk, hogy nem engednek át a határon bennünket, hogy szégyelni kell azt, hogy megégeti a nap. Tehát annyira takarják magukat, hogy még a fekete hajú férfiaknak is világos a bőre. Tehát a most a perzsákról beszélek, igen, és nem az arabokról. Tehát hát ott mi könnyen összemosuk ezt a két nagy népcsoportot, de hát ég és föld, pontosan. Tehát most ebben nem akarok belemenni, hogy a több ezer éves történelem ez a perzsa-arab ellentétek története. Irakban most... nem pusztított ez a betegség, Iránban viszont, ahol nagyon szigorúak ezek az előírások, és külön... D-vitamin, alacsony D-vitamin szint, kész. Rendőrség. Nem kell mindenféle csodát ebbe beleképzelni, hanem ez. Mi volt a helyzet Észak-Olaszországban? Rengeteg az öreg, ott a fejlett részen, és ezeket az öregeket külföldi ápolók ápolták otthon. Románok, magyarok, mindegy, hogy kik, és ugye a lezárások miatt hazajöttek, az összes ápoló haza, zöme. És ott maradtak az öregek ápolatlanul, hova vitték őket a kórházba, és ott hunytak el. Tehát itt ez is ebbe benne van, nem csak a virulencia, hanem egy társadalmi szituáció is benne van. És a másikban, amit nagyon jól vezetted, például a Perzsiát illetően, hogy nagyon alacsony a D-vitamin szint az emberekben. Tehát ezt is kellene nézni, hogy mennyi a D-vitamin szintünk, mert van egy kívánatos szint, ami alatt ugye fogékonyá válunk bármire. Tehát a bennünk lakó több kiló szimbióta mikroorganizmussal. Egyébként csak néhány esetben mérik a D-vitamin szintet a kórházba bekerülőknél. Konkrétan egy iráni tanulmányról olvastam, ott látták, hogy akik bekerültek oda súlyosan, a súlyos COVID-betegséggel, azoknak a 90%-a súlyos D-vitamin hiánnyal került be. És gyorsan helyre lehetett állítani. Igen. És akkor fölemelték a szemben, tehát kapott D-vitamint, és meg egyéb
És még egy érdekes tanulmányt láttam, az Egyesült Királyságban azt hiszem, hogy 16 orvos halt meg a COVID-járványba, ebből 14 színes bőrű volt, tehát indiai és fekete. Igen, ezt olvastam. Akik, hogyha kimennek a napra, akkor is jóval kevesebb, pont a bőr pigment szintje miatt, ők kevésbé tudják hasznosítani. Mert elnyelődik a sötét színbe a fény, így ugye van. A világos visszaveri, és nem megy mélyebbre. És nem szedtek elég D-vitamint. Hát így van, hát hogy hívják a rahitiszt, az angol kornak hívják, tehát a D-vitamin hiányos csontbetegséget angol kornak hívták, hát ott kevés a napfény és relatíve. Kevés a napfény, és az angol akkor terjedt el, amikor az angolok elkezdtek füstös, koszos gyárakba dolgozni reggeltől estig, és nem jutottak napfényhez. Amíg kint birkát legeltettek, azoknak nem volt ilyen probléma. Addig nem volt ilyen probléma. Az iparosodás. Ipari forradalom hozta meg az angolkort. Igen, a mocskos levegőt és a napfény hiányát. Ezekből kellett volna azért tanulni, tehát azt gondolom, hogy az orvostársadalomnak ezeket a leckéket alapból ismernie kellene, és ahol ez hasznosult, mint például Finnországba, Kanadába, és emiatt aztán tanúságként adnak D-vitamint, ott nincsen probléma. Így van, vagy kevesebb. Jóval kevesebb természetesen. Igen. Most ez az orvostársadalomban tapasztalatod szerint megjelenik-e, tehát mennyire köztudott ez, mennyire... Most már igen, mert egyre több fórumon ezek elhangzanak, tehát módunk van tájékoztatni az embereket, több más kollégám megteszi ezt. De azt hittem, hogy egy orvos diplomát nem kaphat anélkül, hogy ha éjjel fölrázzák álmába, akkor is automatikusan ezt ne köpné, hogy tessék. Én azt hiszem, hogy tudják. Hát akkor miért nem alkalmazzák az Egyesült Államokba például? Én azt nem tudom, akkor egy Egyesült Államok pedig orvost kellene megkérdezni. Nem, fogalmam nincs. Tehát a mindennapi brúzt, a hajtás meg, tehát az emberek nem törődtek az egészségükkel, ez a baj. Ez is probléma. Neked a tanulmányaid során mi volt az érzésed, hogy a tananyag mennyire megelőzéscentrikus? Egyáltalán nem, terápiacentrikus, kezeléscentrikus. Uh-huh. Egyértelműen. Méghozzá azt is kimerem jelenteni, és ezzel aztán mindjárt így vagyunk, hogy kémiai alapú terápiacentrikus, és pont ezért hála Istennek szerencsés vagyok, hogy a sebészetet választottam, mert a műtétes szakmák fejlődését semmi nem gátolta. És nagyon-nagyon jól tudtunk előre haladni, és szinte UFO technológiák vannak már az operáló robotoktól elkezdve. Lassan a mesterséges intelligencia is belép a gyógyítás tárházába, tehát... Másik oldalon ott van a belgyógyászat. Igen, az egy kémiai... Igen, tehát nem is egy nyelven beszélgettünk éppen emiatt. Tehát ők teljesen, sokan rá vannak téve arra a sínre, hogy meg hát sok régen a körzeti orvos nem is volt orvos, aki 4-5 gyógyszernél kevesebbet írt fel. Hát voltam körzeti orvos mellett, meg kötelező volt ugye x hetet, hónapot eltölteni körzetbe, és csodálkoztunk, hogy jött be az ember, és már vizsgálat nélkül is adták a gyógyszereket, olyanokat, amiknek az interakciójuk fogalmuk nem volt. És ez a szemlélet, ez változik? Igen, szerintem igen. Kedvező irányba változik. Tehát egyre többen tudjuk, hogy mikor és hol fordult át a holisztikus medicína kémiai alapú medicinává, ugye a Flexner Report az 1900-as években, és ahogy a régi orvosi iskolákat bezárták, és ezeket a nagy mamut egyetemeket szervezték meg a modern medicina jegyében, tehát valamit az úton meg közben elveszítettünk.
elveszítettük az érzékszerveink, az empátia, a beteg mellé állás képességét sokan, és némi iróniával én most azt mondom, hogy sokunk már csak a fiatalok főleg ezeket nem nagyon tudják, nem is tanulták, és csak a laptopot lapozzák, és abból gyógyítanak, és azért ez valahol így nincs rendben. Akkor még egy záró kérdést föltennék. Ha téged, mint sebészorvost átvezényelnének, átküldenének egy ilyen COVID osztályra, mennyire gyorsan tudnád alkalmazkodni, fölvenni az ottani módszereket? Hát a sebészek viszonylag gyorsan, mert sokunk ugye vagy dolgozott intenzív osztályon, vagy vezetett intenzív sebészeti részleget, tehát az intenzív terápia alapjaival szerintem mindenki tisztában van. Az akut helyzethez alkalmazkodva az epidemiológus szakorvosok segítségével szerintem napok alatt át tudunk állni, és hogy hát természetes, hogyha kell, oda kell állnunk. Tehát igen. Akkor tartalékként például a sebészorvosok szóba jöhetnek? Hát abszolút szerintem. Igen, és hát menni kell, megyünk. Nagyon szépen köszönöm, megint lejárt az időnk, azzal, hogy valamit azért el tudtunk mondani, nem mindent, amit kellett volna, és bízom benne, hogy a közeljövőben már jobb hírekkel, jobb helyzettel megint vissza tudunk térni az én kedvenc témámra, hogy mit nem tudunk az életről. Boldogan, köszönöm. Nézőktől pedig elbúcsúzunk, neked pedig köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center.